Szevasztok! Holnap lesz karácsony, és innen kívánok minden kedves nézőmnek, és aki látja ezt a videót, boldog karácsony ünnepeket! Az a helyzet, hogy többen tudjátok, akik, főleg akik régen nézik a videót, tudják, hogy vegán vagyok. Ezért már most, már harmadik évben lesz, hogy egy vegán diós, hát dióst most fogok először csinálni, mákos kalácsot sütök. Eddig mindig úgy volt, hogy hát sütöttem a családnak, mert karácsonykor együtt vagyunk az asszonnyal, és karácsony után pedig valamikor... Hú, de megijedtem. Na mindegy. Szóval karácsony után valamikor karácsony-szilveszter között most úgy lesz, normálisan januárban volt, hogy a családdal, szóval az egész családdal, szóval a sógor, a másik sógor, a anyósomék, meg mindenkivel összeülünk, és akkor általában az anyóséknál szoktunk még karácsonyozni egyszer. Szóval, hogy karácsonykor mindenki a saját családjával van, de viszont egy nagy családi összejövetel legyen. Ezt elég praktikusnak is tartom, mert a franc se akar karácsonykor mindenkivel együtt lenni. Főleg nem utazgatni ide-oda, mert azért hát aznap, mikor a anyóséghoz megyünk, azért 200 kilométert levezetek. Mindegy. Az a lényege, hogy mikor így mentünk mindig az anyóséghoz, vittem egy ilyen egy mákost. Első évben egy mákost vittem, második évben már kiadték, hogy vigyek már kettőt, mert nagyon finom, és hát ez évben 4 tekercs lett megrendelve nálam, szóval egy mákost csinálok magamnak, az már 5, szóval mákos és diót, hát az idén kaptam az anyóségtól, nem tudom, nagyon sok, rengeteg diót. Szóval láda számra kaptam diót, annyi volt az összes kérés, hogy a dió ilyen cserébe csináljak egy-kettőt, egy diós tekercset. Szóval a diós az most lesz először, amit csinálok, a mákost az már rutinos vagyok. Na szóval, most összekészítem az összes dolgot. Igen, összeszerek mindent, hogy azért ne kelljen már vele titeket is untatni, ahol, hogy ide rohangálok, oda rohangálok, ezt hozok, azt hozok. Az élesztőt langyos tejbe, egy kis cukorral meghagyom itt, hogy felfussam. Addig szépen összeszerek mindent, meg azt hiszem ledarálom a diót is. Kaptam egy új darálót, egy mágdarálót, nagyon örülök neki. Jövőre akartam venni már csak azért is, hogy majd paprikát daráljak, hogyha sikerül a üvegházzal elég sok paprikát megtermelni. Meg lesz saját mák, úgyhogy ezt is le kell darálni. Szóval egy ilyen mindenes kis darálót kaptam, és akkor most ledarálom vele a diót. Remélem elviszi, mert a dió azért csak egy egész kemény dolog. Na szóval... Eljutottunk odáig, hogy megcsináljuk a kalácsot. Szóval 2 adaghoz kellett nekem 600 g liszt. Ő itt van már benne, egy csipet só is benne van. Ezt most hozzáteszem a felfuttatott élesztőt, ami pedig 30 g élesztő, 80 deka cukor, nem, 80 g cukor, és 2 deci tejből állt. Langyos tejbe jobban működik, mint hidegbe. Jó van. Ehhez jön mostan 150 g margarin.
Kókuszsírral is használhatjátok, ahogy szeretitek. És egy egész citromnak a lereszelt héja, bio citrom természetesen, ami nem volt kezelve. Ez így a tészta. És ehhez jön még vanília kivonat. Hát én ezt a fajtát használom. Leveszed a tetejét, és akkor így bele lehet, mint a, hát így bele lehet így tekerni. Na, de én ezt már ide tekertem bele. Ez egy teáskannányi. Nagyon jó. Na, most ezt összekeverjük. Szépen össze kell gyúrni. Ne sajnáljátok azt a 10-15 percet a gyúráshoz, mert attól lesz a tésztátok szép ilyen levegős. Ha jó a tészta, akkor nem ragad. Ha túl ragad, vagy túl vizes, egy kis, nagyon kevés lisztet adhattok még hozzá. Ha megjelent az első izzadság csepp a homlokodon, akkor jó a tészta. Ezt nemrég tanultam egy székely videóval. Na jó van. Ezt most szépen elrakom itten. Másfél óra hosszát pihenni. Letakarom. És hagyjuk pihenni, addig megcsinálom a tölteléket, mindkettőt, összekeverem. Ki van keverve a töltelék? Vissza a szemeget. Szóval kikevertem a tölteléket, ami egy egész egyszerű dolog. Egy pillanat. Szóval a töltelék az annyi volt, hogy 15 dekamák, ugyanennyi dió. Természetesen. Töltelékenként mondom, nem együtt, szóval csak a mákét, oké? Okay? És akkor úgy hozzáadjátok majd a többit. Szóval 5 dek a cukor, egy tejáskannál vanília, fél citrom reszelt héja, én a dióba is raktam egy kicsit, nem annyit, nem egy felet, de egy picit, na. Szóval nem árthat meg neki. Ugyanígy, mint a vaníliából is. Nem annyit, amennyit megad a mákhoz, hanem egy kicsit, na, próbálj, még soha nem csináltam diós, ezért ez egy teszt lesz. Evőkanál citromlé, ugyanúgy, evőkanál citromlevet a mákhoz, egy nagyon keveset a dióhoz. És akkor még jön a mákhoz egy marik mazsola. Ezt nem keverem bele, hanem mikor a tésztába belerakom a mákot, majd akkor beleszorom a mazsolát. Na szóval, most jön a vége, keverékenként jön hozzá fél deci tej. Ezt nem rakom fél decire, mert ez nagyon olyan dolog, hogy nagyon vigyázni kell rá. Szóval ez nem lesz fél decire rakva, hanem megmutatom, hogy keverem be. Mert néha valamit kicsit több lett a mérésnél, vagy kevesebb, vagy így, vagy úgy elcsúszik. És csak annyi tejet kell belerakni, hogy a... amennyit felvesz. Szóval ne legyen lucskos, hanem csak észre. Na, megmutatom én, hogy csinálom. Aztán a lényeg ennek a mákos diós beiglének, hogy a keveréket, például a mákot vagy a diót nem szükséges megfőzni. Mert sokan úgy csinálják, hogy a keveréket megfőzik. Itt nem szükséges. Na szóval, ez itt a mák, mint hogy látszódik is. Összekeverem a cukrot, meg minden tartozékát szépen.
Annyit rendet kell rakni, mert mielőtt a tésztát gyúrom, itt le kell takarítani az asztalt, vagyis ezt a fát. Jó. Lehet jobb lett volna egy kicsit nagyobb edénybe. Nem számít. Nagyobbba szoktam, de most mivel kettő van a keverése, így, na ja, szóródik kifele. Nem volt két nagyobb bödönöm, amit... Na, nem lehet. Na, mindegy. Szója tejet használok, szóval itt, ezen a ponton vegán ez a dolog. Tojás nem kell bele, így se, úgy se. És hát a tej az vegán. De ezt nyugodtan kipróbálhatjátok azok is, akik nem vegánok. Egy nagyon finom valami. Csak éppen mondom, annyi a különbség, hogy mink vegánok, ezt szójával csináljuk, szójatejjel, szójamargarin, vagy ne, hát margarin az mindegy, az margarin az így is, úgy is olajból van, szóval. Szóval ezen a ponton a tej az egyetlen egy, ami tényleg ki van cserélve, de hát ez a tejnél az annyira mindegy, hogy ja, hát a bociknak nem mindegy, hogy a lopott tejét rakod bele, amit a bocinak kéne meginni, de a sütinek annak mindegy. Na szóval, ez látszik is rajta. Oly, szépen összeáll, ebben nem kell több tej. Ez elég neki. Na! Jó, hogy hoztam még egyet, most jön a dió. Jaj, tényleg a dió, a darálót, amit kaptam ajándékba, azt most próbáltam ki először. Hát ez valami csodálatos, hát az olyan gyorsan elrendezte azt a diót. Csak takarítani nem lesz egyszerű, hogy már látom azt a picike kis valamit. Na, mivel vízzel nem szabad. Oké, ehhez is rakunk egy kis tejet. Nem sokat, csak amennyit felvesz. Mert mikor sül a tészta, akkor ebbe a tejbe megfő a töltelék, gondolom én, ezért nem kell külön főzögetni. Na, ez is kész, ennyi, több nem is kér. Látjátok, ennyi volt a keverésből, találkozunk, mikor töltöm be a tésztát. Második fele. Nagyon szépen megkelt, látjátok, szép nagy lett. No! Hozzuk a főszerszámot, most szépen elfelezzük, hát elfelezésnél nem lesz méregetés, hanem megy szemre a dolog. Nagyon jó levegős lett, már innen látom. Lerakom ide. Ezt most négyszögletesre fogjuk nyújtani. Mi a francnak van szemleg rajta? Az a kérdés. No! Rosszul van feltéve az asztal. Ja, de jó, ennek az oldalának is van. Na, nem jó kezdődik. Kicsikét ide is akkor. Nem egyszerű négyszögletest csinálni.
elmondom nektek. Tavaly is gondjaim voltak vele, meg úgy minden évben. De az a lényeg, hogy egyenletes legyen a tészta. Az összes többi pilepala. No, kezdjük el a makkal. Ha, ki ne önts már el. Lehet, hogy sok lett. Lehet, hogy mákos tészta lesz. Jó vastag lesz. A töltelék, nem sajnáljuk belőle. Oké. Szép, ezt is egyenletesen elosztani. Ah, nem lett ez túl sok. Úgy nézett ki. Na, most jön a lényege, amit nagyon el lehet rontani. Óvatosan fel kell tekerni, de úgy, hogy ne túl feszes legyen, mert ha túl feszesre csinálod, akkor biztos, hogy szétszakad. Szétrobban. Szóval óvatosan, nagyon óvatosan. Mit kiszóródik, az kiszóródik, nem számít. Na, az utolsó része, az alja, ahol utoljára lett összehajtva, azt le, alulra kerüljön, jó? Arra vigyázzatok. Na. Óvatosan a mákot innen eltüntetjük. Nem kéne, hogy a diósba mák kerüljön. Mert egy pár mák nem számít, de jó. Így, né? Megint megszórjuk. Kicsikét. És ő lesz a diós. Megpróbálom, hát ha könnyebb lesz belőle négyszögletet csinálni. Ha már eleve négyszögletű volt, de nem valószínű. Hát én fogalmam sincs, hogy lehet négy szögletűt csinálni. Esetleg ha elvágom, de elvágni nem szeretném. Akkor a diót ugyanúgy bele. Nagyon jó kis massza lett a dióból. Pont olyan, mint hogy kell lennie. Nagyon jó illatja van. Hát ez kevés lett, pedig ebből is úgynyit csináltam, 15 grammot. Hát ezt nem értem. Na,
Itt mi a gond? Nem is 15 gram, 15 deká lett ebből is csinálva. Jaj! Nem tudom. Ha össze van morzsolva, vagy össze van csinálva, akkor izé... Kevesebb? Nem lehet kevesebb, vagy? Na jó, van, hát akkor... A következőnél oda kell figyelni egy kicsikét. Sajnálom, de ez így... Jaj, nem raktam a mákba bele a izét, mazsolát. Jaj, de hülye vagyok. Mazsola nélkül lett csinálva. Sok lett a tészta. Na szóval, ez az a alsó része, ami a tepsire kell kerülnie. Kicsi hosszú lett. Na, most az a lényeg, ahogy megint 15 percig pihenni hagyjuk. A kis aranyost biztatakarom. És pihentetjük. Elő kell melegíteni a sütőt egy 180 fokra. Azt csináljátok meg. Aztán... Ha bemelegedett, meg pihent eleget a tészta, akkor folytatjuk. Na már biztos kérdezte egyik őtök másikótok. Na de nem igaz, hát le kell, hogy kenje tojással. És akkor nem vegán. Na, akkor ide figyeljetek. Tej. Szója tej. És ezzel most szépen lekenjük. Különben... Az utolsó kenyeret, amit sütöttem, azt is lekentem, és nagyon jót tett neki. Ettől lesz szép barna. És nem azt mondom, hogy ne csináljátok tojással, mindenki úgy csinálja, hogy akarja, de próbáljátok ki. És meg fogjátok látni, hogy a tojás teljesen felesleges. Semmivel sem jobb, mint tejjel lekenni. No, eljutottunk idáig, most még hát egy 25-30 percig megy a sütőbe. Természetesen nem minden sütő, valamelyik sütőbe tovább kell egy 10 perccel valamelyikbe. Hát kevesebben nem, de... No! Szóval, sütj bele a sütőbe! Köszönöm, hogy itt voltatok, szevasztok! Ja, és hogy aki megcsinálja a receptet, kipróbálja, azoknak jó étvágyat kívánok hozzá! Szevasztok!